Általában több mint 10 méter hosszú, kemény, de ha kell, megfelelően rugalmas. Ez a rakósbot, amitől a legtöbben tartanak, mert úgy gondolják, hogy a bot törékeny, a technika pedig bonyolult. Pedig nem az. Aki egyszer kipróbálja, szerelmes lesz a módszerbe, aki pedig eddig még nem tette, most a Top Tippek című sorozatunk vadi új epizódjában Jéger Szabolcs közreműködésével megismerheti a módszer szépségét. Top Tippek, a rakósbotozás alapjai a Fishing and Huntingon.